A Hospice világnaphoz csatlakozva a Méltósággal az útvégén alapítvány idén is megrendezte a már hagyományos Hospice napot Szekszárdon. 2004 óta működik az alapítványunk, viszont a Méltóság mezeje program 2009 óta van a Szekszárdi Balassa János Kórházba. Akkor csináltunk először ilyen rendezvényt, amikor ősszel elültetjük a nárcisz hagymákat és tavasszal megnézzük a virágzást. Ugye a nárcisz az a rákbetegeknek a szimbóluma, az elmúlás, az élethez való ragaszkodás, a méltóság kifejezésére használjuk, szerte a világon, tehát ugye nem mi találtuk ezt ki, hanem az Országos Magyar Hospice Alapítvány kezdeményezte ezt a rendezvénysorozatot, és ehhez csatlakozva minden évben megtartjuk ezt. Ugye van a méltóság mezeink kint a kórház udvarba az A-épület előtt, ahol rózsaágyás, és ott van a mi kövünk 2009 óta, és hát azóta hagyományként ezt megtartjuk, ahogy a mai napon is. Minden évben az őszi ünnepség az inkább ilyen nagyobb horderejű, hogyha mondhatom ezt így, valamilyen előadással, programmal színesítjük ezt a napot. A mai napon három előadás hangzott el. A júliusban megnyílt hospice részleg főnővére, főnővér helyettese és rehabilitációs tevékenység terapeutája tartott előadást a munkájáról, az osztály indulásáról és a későbbi terveinkről. A hangsúly idén is a végső tisztesség megadásán, illetve a haldoklók elleni tabuk ledöntésén volt. A Méltóság mezeje programhoz csatlakozva az emberi méltóságra és a társadalmi felelősségvállalás szükségességére hívják fel a figyelmet. A Liszt Ferenc Zeneiskola növendékei is csatlakoztak az idei évben is a nárcisz ültetéssel egybekötött megemlékezéshez. A Méltósággal az útvégén mozgalom célja méltósággal élni és méltósággal meghalni. A mozgalom 1968-ban Londonból indult ki. A magyarországi mozgalom alapítója 1991-ben Polc Ellen volt. A társadalmi felelősségvállalás jelképe és virága, a sárga nárcisz, mely szerte a világban a rákbetegek, valamint a daganatos betegségben haldoklókat gondozó szervezetek szimbóluma, az életnek, a reménynek, a halál legyőzésének, a szeretetnek és a ragaszkodásnak a kifejezése.